Keserves anyának, keserves gyermeknek, kinek e világon nem volt szerencséje, volt nekem szerencsém, volt nekem szerencsém, buhos a bánathoz, s a fekete gyászhoz. Ágyban, párnák közt ébredtem. Anyám keze a homlokomon. Pillantásom fent a magasban a mestergerendő ismerős erezetén. Szavak, kedvesek, simogatok. Eszter kislányom, Eszterkém! Oda kellett néznem bele a szemébe. Csak hogy végre, hála Istennek! Anyám keze összekulcsolva fölém hajolt, aggódva figyelt. Kicserélte a vizes ruhát. Ülj fel, magas a lábad, vedd be ezt a pilulát, lekvárba tettem. Édes volt a lekvár, keserű a tabletta, még keserűbb a szó. Elmondtam anyámnak mindent. A könnyeim közt láttam, hogy halomba dobálják a katonák a kenyeres szalonnás csomagokat. Az italféléket külön rakták, hangosan csettingetve, nevetkélve. 20-30 üveg sorakozott már a letaposott havon. Szentül hittem. Ámítás, csalás az egész, alig, hogy elmegyünk innen, jól belakmároznak a hozott holmiból. Kipirultam nagy haragommal. Minél inkább dühített a tehetetlenség, annál inkább elszállt belőlem a félelem. Amikor a falubelieim kerültek sorra, nem bírtam tovább. Felkaptam a kosarat, odarohantam. Neki egyenesen a kapunak! Eresztetek! Ott az apám, a testvérem! Nem eresztettek. Közre fogtak. Na zárd, bábuská! Curuk! Lerántották hátamról a kosarat. Lecsúszott a nagykendőm. Hosszú hajam kibomlott, meglipent. Rögtön rájöttek, nem vénasszony vagyok. Már nem kifelé, be az őrszoba felé toloncoltak. Behajutottak az ajtón. Katonák tekintete tapadt rám. Ültek, álltak, egyikük nekivetve hátát az ajtónak. Jóságos Isten, mit akarnak velem? Vedelik az elkobzott bort, pálinkát. Hirtelen minden világos lett. Abban a pillanatban elfelejtettem Istent, el apámat, a bátyámat, Pistát. Ordítva rohantam neki az ajtónak. Belemártam a meglepett katona arcába. A ruhám aljánál fogva rántottak vissza. Letepertek a falóra. A számat betömték valami ronydarabba. Petró íze volt, majd megfúltam tőle. Anyám fekete ruháját felhúzták a mellemig, ráborították a szememre. A rémület újabb erőt adott. Rúgkapáltam, viaskodtam. Kiszabadult az egyik kezem, megragadtam a combomról lecsúszó bugyit. Cibáltam volna vissza szemérmemet eltakarni, de hiába. Hiába letépték rólam. A karomat, a lábamat szétfeszítették. Megfogdostak, röhögtek. Áh, ti bábuskák, rasszavica! És tehetetlenül éreznem kellett, hogy katonanadrág tapadt szúrósan a combomhoz. Aztán repesztő fájdalom, testemben az idegen test. Aléltam volna el, hogy ne kelljen éreznem a mindig más és más, de egyformán utálatos szuszogást. A tudatot, hogy nincs menekvés, dolguk végeztével helyet cserélnek. Amelyik végzett, megfogja a lábamat, tartja, majd a másik láthatatlanul rám dől. Nem adta meg az Isten ezt a kegyet, mindvégig eszemnél voltam.
Arcomon a katonaruha, mint halott én a szenvedél. De ez az élő halott még meg-megvonaglott, nyögött, hörgött. Hasztalan. Csak akkor szabadult, amikor az utolsó is kiélte magát. Akkor mutogatva parancsolták, hogy öltözzek fel. Egy koszos alumínium csanakba bort öltöttek. A számat ki kellett nyitni. Szétpeckelték. A bort beleöntötték. Kihajítottak az ajtón. A kapun. Sorsomra hagytak. Kikerekedett szemmel. Elborzadva nézett rám anyám. Vártam, hogy elátkoz. Tűrtem volna szótlanul. De egy szóval meg nem bántott. Csak odaborult a mellemre és sírt, sírt keservesen. Ő eltorzult hangon felfelhördülve. Én már csak némán, kipergő könnyekkel viselve a tudatot, hogy nem leszek. Nem lehetek soha többé az a mosolygós, kacagós tóteszter, aki voltam. Megszakadt. Elpattant a lelkemben valami örökre. Azt beszélték az asszonyok, külön csapódtam tőle. Bementem a katonák után, és hát odabent ugye ki tudja, mit csináltak velem. Több nem kellett, megindult a szóbeszéd, elterjedt a hír. A katonák szeretője lettem. Kés volt ez a szívemben, de hát mit tehettem? Tűrnöm kellett a gyalázatot. Amikor Székelyné megüzente, hogy felejtsem el a fiát, mert ő nem fogad a házába katonakurvát, akkor fordult meg velem a szoba. Elakadt a lélegzetem, kivert a verejték, napkosszát csak sírtam. Hasztalan próbált vigasztalni anyám. Még inkább megindult a beszéd, amikor édesapám 20-án hazajött. Sikoltva öleltük, csókoltuk. Egyszerre mind a négyen. Csupa bőr és csont volt szegény. Alig állt a lábán. Aznap valóságos búcsújárás volt nálunk. Az asszonyok egymásnak adták a kilincset. Mindenki eljött érdeklődni, akinek oda volt valaki, és hát majd minden házból oda volt valaki. Nekiestek édesapámnak, mondjon valami hírt! Este van, este. A hazai csomagot megkapták. Már aki megkapta. De volt ember, akit az éhség aljasságra kényszerített, és így elurozta a másét. A csomagok szétosztásánál az volt a rend, hogy a katona kikiáltotta a címzett nevét. Annak rá kellett felelnie a falu nevét. Ha egyezett a falu neve, akkor a csomagot átadták. Csak hogy voltak elvetemültek, akik valamelyik ismerős nép hallatán gyorsan rávágták az ugyancsak ismert falu nevet. Így megkapták a más csomagját. Ágálhatott a valódi címzet, könyöröghetett akár térden állva is. Közel sem jutott az elosztáshoz. Így szerezték meg az elholtak csomagjait is. Az főként maguk a falubeliek. Nagy urazésség. Egész idő alatt moslékon tengődtünk, lesovánodtunk, megbetegedtünk. Azok, akiket bezártak valamilyen épületben, még szerencséseknek mondhatták magukat. Ha fűtetlen helyiségben, ha egymás hegyén, hátán, de csak zárt helyen, fedél alatt éjszakáztak. De ezer szám vigasztottak emberek a szabad ég alatt. Sokan nem bírták a talpon állást reggelig. És akik erejük fogytával lerogtak a földre, azok közül sokan ott maradtak. Beverte őket a hó. Reggel 20-assával hányták őket a szekére, akár az ölfát. Vitték az előre megásott gödörbe.
Ha rosszak voltunk, anyám büfölt el a két apró öklével. Édesapámtól elég volt egy szemrehányó pillantás. Azzal hatott ránk, a nézésével. Volt a tekintetében valami csendes szomorúság, ami bűntudatot keltett bennünk, szégyent és megbánást. Anyám verése múló fájdalmat okozott, hamar elfelejtettük. Édesapám korholó tekintetét nem, így nevelt. De akkor, hogy anyám tudtára adta a titkot, micsoda indulattal rohant a műhelybe. Eszter, ide gyere már is! Kiáltotta. Anyám biztatott. Fussak, rejtőzzek el! Hová, édes? Hová bújjak ezen a világon? A szülőházban nem lehet nyugodt maradásom. Oda mentem engedelmesen édesapámhoz. Lerántotta a lábhajtós esztergapac szíját. Azzal csapott rám. Álltam a verést, nem védekeztem. Szó nélkül ütött édesapám, de teljes erőből. A hasamat, a hátamat, a mellemet, a combomat, ahol csak értem. Egy könnyet sem ejtettem. Elfúló hangot csak mondtam. Üssön édesapám! Verjen otthon! Úgy sér az én életem már semmit, megrontódott az! Megváltást lenne a halál! Anyámát közé feljajdulva. Miska, hagyd abba, vagy üss engem is, én engedtem el utánatok. Apám. Édesapám. Letérdeltem. Átöleltem mind a két térdét. Őt sajnáltam. Akkor szakadt ki belőlem a sírás. Megérezte a szívem, mit él át. Rit anyám is. Istenem, de szerencsétlenek voltunk mind a hárman ott a műhelyben. Feltelsejlett bennem a tudat, hogy vétlenek vagyunk. Hogy valami idegen, förtelmes akarat tört ránk érzéketlenül. Rontó szándékkal befolyásolja ez életünket. Nem vetett meg engem az én édesapám. Nem tagadott meg. De a szokottnál is szótlanabb, komorabb lett. Elzárkózott a műhelyébe. Kikopott házunkból a mosoly, a kacagás. Hordtuk a magunk keresztjét. Menj bőr az angyal, lejj élet hozzá. Azon a télen semmiben sem hasonlított a megszokotthoz. Nyugtalan volt a falu. Felbojdult. Az emberek arcára felhő borult. Micsoda karácsonyunk volt, Istenem. Megsütöttük a karácsot, megfőztük az ünnepi húslevest, körülöttük az asztalt. De ízetlen volt a foszlós karács, az étel. Ferencre gondoltunk, élet, halom. Jut-e neki kenyér legalább a feketés? Vajon együtt vannak-e még Ferenc és Pista, itthon testi-lelki jó barátok voltak? Nem lehetett a sírást elkerülni az ünnepi asztalnál. Édesapám is lehorgasztott fejjel ült, a két gyermek, Jóskölcsém és Irén kis húga miattan hallgatott. Szentestén felállítottuk a karácsonyfát. Aranypapírba csomagolt diót, apró kockára vagdalt krumplit aggattunk rá cukorka helyett. Alma került, néhány törékeny, díszesen csillogó gömböcske is. Ajándék egymásnak semmi, csupán Irén kis húgomnak új kócba van. Örültek. Elmaradtak a betlehemes fiúk, nem voltak kimunkázzon. Maradt az ének. Könnyes szemmel énekeltük anyámmal a mennyből az angyalt. Nem szállt le akkor közünk. Nem hozott békességet, szeretetet a világba.
azután ránk szakadtak a hétköznapok. Tették a munkabíró férfiak dolgát minden háznál. Öreg emberek, kölyök fiúk, asszonyuk. Falun a dolog télen kevés. A jószágok ellátása, etetés, itatás, kitrágyázás. Nekünk két tejelő tehenünk volt. Hozzá egy pár ökör, három disznó, malacok. Édesapám a lovakat 43 végén eladta. Nehogy azt is elkonfiskálják, mint a 14-es háborúban. Szekér szán és más felszerelésünk is volt. Különb a másénál. Édesapám magának készítette. Jós kölcsémmel befogtuk az ökröket. Hordtuk ki a trágyát a földünkre. Nem sok volt. Három kis hold tölgyes a Budaháton. Ugyanannyi nagy hold szántó a Palagon. Jó volt. Melegen felöltözve a fogaton ülni. Nézni a nyugalmasan ballagó ökrök szarva közt a havas domboldalakat. Elemléláztam. Milyen csend és békesség a fehér mezőben. Mintha nem lenne háború. Gond és baj, szerencsétlen sors. Egy ilyen alkalommal láttuk Jakab Zsigát. Két puskás őr kísérte a falu felé. Varga Márton és Seres Bálint. Valaki kiadta Zsigát. Akadt rá ember. Megtalálták, elfogták. Lehajtott tővel jött velünk szemben, keze a háta mögött megkötözve. Még így is kétfelől tartották rá a puskát Seres Bálint és Varga Márton. Alja ember mind a kettő. Mit műveltek már a csehek alatt is? Elbeszélte édesapám. Sztrájkokat szerveztek, agitáltak, gyűléseztek. Csak a munka nem tért a nyakuk közé. A földjüket elkutyavetyélték, a napszámot meg rühelték. Aztán 38-ban fordult a világ, magyarok lettünk meg. Hát fordítottak ők is egyet a köpönyegen. Micsoda nagy magyarok lettek egy-kettőre. Vitték, lobogtatták vivátozva háromszínű zászlót. Decemberben nem jött meg. Karácsony utára vártam, nem szokott késni. Boldogságos Isten! Nem lehet igaz. Nem büntethetsz így. Most mi lesz? Mindig úgy tudtam, beszélték a barátnők. Akkor fogad a gyerek, ha nő is örömét lenni az egyik évben. Én akkor a kínok kínját éltem át. Hogy lehet, hogy mégis? Meg kell jönnie. Meg kell jönnie. Hajtogattam magamban mániákosan. Egész januárban reménykedtem, Istenhez fohászkodtam, könyörüljön rajtam. Hiába. Kimaradt januárban is. Tudomásul kellett vennem, állapotos vagyok. Anyám felfigyelt a búskomorságra. Mi lehet ezt? Kérdezte. Nem kellett válaszolnom, mindjárt kitalálta. Mit tett két szerencsétlenül ilyen helyzetben? Újra kísértük magunkat. Tehettük édesapám a Budaháton fanézőben Jós kölcsém nyulat csapdázni, Irén kis húgom meg nem értett az egészből semmit. Adott anyám tanácsot. Üljek felváltva forró, majd hideg vízbe, vessem le magam magas helyről, igyak ezt, igyak azt. Mind megcsináltam naponta. A szuszékról ugráltam le és fel. Le és fel. Le és fel egész február folyamán. De hasztalan. Akkor anyám másod gondolt. Elmegyünk Terkához. Babrálja ki belőled. Esti sötétségben siettünk Lila Terkához. Ő volt a bába. Sovány, hórigorgas asszony. Nem csodálkozott. Vette mindjárt a fényes szerszámait, belemártotta a forró vízbe, aztán belenyúlt. Közben belemárt a szára.
haragomban és szégyenemben, mint akit parázs éget. Eszem nélkül rohantam egészen hazánk. Már messze alattam a víz törött tükre. A kampót akasztotta édesapám a lábaljába. Így emelt fölfelé. Ráztam magam, mint halhorgon. Sírva hánykolódtam. Ne húzzon ki, nem akarok élni. Nem kell nekem az élet, úgy is elveszeltem magam. Eszter. Eszter, mit vettél a fejedbe? Az a legkönnyebb eldobni az életet. De hát az Isten ellen való vétek. Ő adta. Neki van csak joga elvenni, az ember tűrjön. Erre rendeltetett. Azt mondja a parancsolat, ne ölj. Ne ölj, és te ölni akartál. És nem csak magadat, hanem azt az ártatlan kisembert is a testedben. Azt hiszed? Az a gyermek tehet valamiről is? Hát nem. A te véred az ő vére. A te tested táplálja. Élni kell. Élni muszáj. Egek urat áldjuk, üdvünk tőle várjuk, zengem végre lelújjon. Micsoda megfellebbezhetetlen szigorra mondta édesapám. Égbe nyúló kőszál, örökre belé módott. Az a szentekéhez mérhető meggyőződés. Zengjen vég a lelúja. Április közepén, egy álomtalan éjszakán megmozdult bennem a muszka fattyú. Rátettem kezemet a hasamra. És Pistára gondoltam októl. Arra. Nem lesz. Nem lehet a felesége. Nem kellett neki ezután. Deréklegény Pista, dolgos is, módos is. Akad akár mind a 10 ujjára lány. Miért venne el borjas tehenet? Miért nevelni a más kölykét, idegen vérű fattyút, akinek az apját én magam se ismerem? Ez a sorsom. Megszülni a kölyköt Isten rendelése szerint. Készítgettem esténként a baba kelengyét. Köztán eleltűnődtem. Kisfiú vagy lány lesz. Kislány legyen. Kértem, Isten teljesítse kívánságomat. Legalább ennyikegyben hadd részesüljek. De valahányszor eszembe jutott, hogy augusztusban tényleg szülni fogok. Akkor bármilyen munkát csináltam éppen, belejtettem két kezemet tétlenül az ölembe. Elbambulva néztem a világba, mintha onnét várnék nagy bajomban segítséget. De hát megvolt a világnak, a falunak a maga baja. Hiába várták, vártuk. Nem jöttek haza a férfiak. Mindenki arról beszélt, hogyan lehetne hazahozatni őket. Nyakunkon a tavasz. Szántani kell, vetni kell, munkáskész kell. Megtudtuk, hogy Halmoson leveleket írnak a hatóságnak. Kérik haza a férfiakat. A hivatalok elnyerték a leveleket, de senkit nem engedtek haza. Ferenc nélkül munkáltuk meg a földet. Édesapám félretette a szerszámait, odaállt az ekeszarva elé. Jóskölcsén vezette az ökröket. Elvetették a tavaszi magot. Beboronálták. Meghengerelték. Ahol nem maradt férfi ember a háznál, ott az asszonyokra hármult minden dolog. És ők nem bírták, nem értették a módját. Istenem! Mennyi mindent összebeszéltek rólam. Bemucskoltak aljas rágalommal. Mégis amikor láttam, hogy kifordul kezükből az ekeszarva, hogy tisztességes munkahelyet csak összetúrják a földet, sírva küszködnek. Akkor tiszta szívemből megsajnáltam őket.
kicsit mégiscsak más volt a húsvét, mint a karácsony. Jöttek a kisfiúk cifrabottal, bementek a lányos házakba csapatosan, elmondták a verset, megkapták a hímes tojást, megbocsolták a kislányokat illatos köldi vízzel. Ez jó volt, szép volt, elgyönyörködtem nekik. Irény kisfiúkomat is illően felkészítettem a húsvétre. Festettem neki tojást, kipignáltam minden csicsással. Jóska öcsém összeversett egy szakajtóra valót. A legszebbeket külön válogatta, felrakta a szekrény tetejére a szobába. Lement a húsvét. Nap-nap után. Májusban híre jött. Az oroszok bevonultak Berlinbe. Vége a háborúnak. Kidobolt a kisbíró. Kiprédikált a pap. Na végre. Hála Istennek. Könnyebbült meg a nép. Csupa lázas várakozás volt a falu. Csak hogy eltelt egy hét. Eltelt kettő. El az egész május. Maradt minden változatlan. Nem jöttek haza a férfiak. Akkor már le volt zárva a határ. Párosával cirkáltak a katonák. Szöges drót még nem volt, csak a füves trianoni árok. Kis óvatossággal át lehetett menni a magyar oldalra. Vagy onnan ide. Egy tiszt buzgó magyarázta, a népbizottságok kongresszusának küldöttei elfogadták az újraegyesülésről szóló manifesztumot. A szovjet és a csehszlovák kormány eleget tesz a kérésnek. Az egyezmény megkötve. Örüljenek, hogy a nagy Szovjetunió állampolgárai lehetnek. Újfent kibabráltak velünk, akár csak Trianonban. Miért van így? Miért nem úgy, ahogy a szilasiak szeretnék? Miért nem maradhat magyarnak a magyar saját hazájában? Az orosz pedig a magáiban. Egyik se különb a másiknál. Vannak köztünk is gonosztevők. Vannak az oroszok közt is biztosan jó emberek. Miért veszik el hát egymás földjét? Mit kerestek a magyar bakák Oroszországban? Miért kell ez a kis hegyaljai vidék az oroszoknak? Hiszen enélkül is akkora az országok, akár a félvilág. Láttam az iskolai térképen! Augusztus 2-án. Két kébe közt a palajon. Világra hoztam a fattyút. Búzát arattunk. Félholdi volt még. Édesapám elől a kaszával, anyám a markot, öcsém a kévét szedte, kötött. Én hordtam, keresztbe raktam. Értettem hozzá. Férfi ember se különbül, az én keresztényemet sose bontotta meg a szél. Kettessével hordtam a kérét a döglesztő forróságban. Mintha kést vágtak volna hasam aljába. Az első pillanatban nem tudtam mire vélni a sajgást. Fogalmam sem volt arról, hogy így kezdődik. Ilyen hirtelen fájással. Nem tartott sokáig, talán egy percig. De az agyam kereke már is azon forgott. Mikor jön a következő? Legyen erőm azt is szótlanul elviselni. Kettőt bírtam még ki mukkanás nélkül. A harmadik oly élesen hasított belém, hogy felsikoltottam. Leguggoltam nagy kínomban. Ordítva markoláztam a kévét, a csatakos tarlót. Belefeszültem a megmegújuló rohamokba. Meg kell halni. Meg kell halni. Csak erre tudtam gondolni. És arra. Történjen már meg. Legyek túl rajta. Aztán valaki felhúzta a lábamat.
óriásira tágult a testem. A következő pillanatban egy megváltó meleg csúszanás. Amiután, mintha elvágták volna, megszűnt a fájdalom. Megkönnyebbülten ernyedtem el. Fejem oldalra billent, a semmibe zuhantam. Nem érzékeltem a környezetemet. A tudat egy darabkája rendben működött. Hangokat hallottam, talán anyámét, talán édesapámét, nem tudtam, nem érdekelt. Csak zuhantam és lebegtem. Körülöttem minden csupa sejtelem. Aztán valahonnan mélyről egy eget hasogató gyermeksírás. Betöltve tért és időt, végül csak a semmi mozdulatlan árnyai. Itt a muszkafattyú! Megérkezett! Fiú Eszter! Fiú! És jó nagy gyermek! Biztosan megvan majd 4 kiló! És életre való! Hallod, hogy sivalkodik? Na! Nézd már meg, hiszen az anyja vagy! Oda tartotta elém. A mocsoktól úgy, ahogy megtörölt. Vörös-lilás öklömnyi arcot. Behunyt szemmel hunyorgott a fényben. Csak rápillantottam. Már is utálatot keltett bennem a kis vakarcs. Este felé lárma ébresztett. A gyermek torka szakadtából üvöltött mellettem, szinte belekékülve a fület repesztő visításba. Forró haragban hevülten néztem rá, de egy ujjal hozzá nem nyúltam. Anyám mindjárt ott termett. Édes, Eszter, hallod? Szoptasd meg, mire vársz? Meg kell szoptatni. Nem moccantam. Csak rábámultam a vakarcsra. Anyám a hajamnál fogva egy rántással felültetett, ölembe helyezte a fattyút. Tartotta. Arcom mindkét felé. Bőpatakban folytak a könnyek. Most a kinyílt. Rá a párnára. Szép rúzsavirág. Pólyára a dunyhára. Hosszú ideig csak az apró, falánkszáj cuppogását lehetett hallani. Aztán anyám szipogását. Sírtunk mind a ketten. Szótlanul, szerencsétlenül, megbékélve Isten akaratával. Nem csaptunk nagy keresztelőt. Apai nagyapám nevét adtam neki. Isten nyugosztalja kistapapót. Kenyére kelhetően jó ember volt. Méltó arra, hogy megörökítsem nevét a családban. A háború 3. évében halt meg. Szép halála volt, csak elaludt az ágyban. S többé nem ébredt fel. Megszoktam az anyaságot lassan, tettem a kötelességem, megszoptattam, tisztába tettem Istvánkát. Éjjel, ha felsít, zokszó nélkül keltem. Hol az ölemben, hol a bölcsőben ingattam el, csitítottam. Senki nem hányhatta a szememre, hogy nem törődtem vele. Anyám nem vette észre, hogy fásultan teszem a kötelességem. Leri róla. A mozdulataimból a szeretetlenség. Anya voltam. Anyai örömök nélkül. Soha egy halovány mosoly. Csak a befelé forduló, elgyötört lélek szomorúsága. Október végén, egy szerdai napon.
Erzsike néni a postás felkiabált az udvarunkra. Tóth Eszter! Gyere gyorsan! Gyere már! Már az első kiáltást meghallottam. Futottam azonnal a kiskapuba. Levél Pistától! Mondta Erzsike néni mosolyogva. Kitől? Nyűszített bennem az öröm. Pistától! Székely Pistától! Kelt levelem. 1945. október 10-én. Kedves Eszter! Kívánom neked a messze távolból, hogy levelem sokkal jobb egészségben találjon téged, mint amilyenben engem hagyott. Tudatom veled ide a messzi Uralba hoztak bennünket vonaton. Itt dolgozunk egy nagy gyárban, amelyben vasat olvasztanak. 12 órákat dolgozunk napjában, pedig olyan gyengék vagyunk és soványak, a szél is elvinne bennünket. Reggel behajtanak a katonák, és este visszakísérnek a lágerbe. Rongyosak vagyunk, éhesek vagyunk, a koszt nagyon rossz. 60 deka kenyér egy napra, az is nyúlós fekete, hozzá valami lébelögykása. Nagyon sokszor gondolok rád a barakban, ha lefekszem este a pricsre. Mindig azt kívánom, hogy veled álmodjak. Azt mondja a Zsoltár, minden elmúlik egyszer. Hát gondolom, a mi kínlódásunk is itt előbb-utóbb csak hazamehetünk. De azt még nem tudjuk mikor. Kedves Eszter, ha 3 esztendő lenne is abból a 3 napból, amit nekünk hazudtak, akkor is megvársz. Ugye megvársz? Én vigyázok magamra, hogy élve maradjak, hazakerülhessek. Otthon majd helyre jön az egészségem, és akkor megesküszünk. Jó nagy lakodalmat csapunk. Kedves Eszter, bocsássa meg nekem a jó Isten, és bocsáss meg te is, de rossz hírt kell tudatni veled. Azért nem tudottam már az elején, mert attól féltem, akkor nem tudom befejezni a levelet. Ference. Egy részeg katona szíven lőtte. Úristen. Ferenc bátyám meghalt. Nincs többé. Megölték. Szíven lőtték. Ja Istenem! Anyám, édesapám, kis testvéreim! Hiába várjuk haza! Hiába! Hogy lehet egy ember csak úgy ártatlanul megölni? Nem hagyhatta ezt az Isten! Megölték azok a gonoszok Istent is! Elfordultak tőle a bitangok, kiérdemelték az Úr haragját! A gonoszok miatt hagyta sorsára az egész emberiséget! Nincs jóság! Nincs igazság! Az Antikrisztus uralkodik! El fogja beszélteni az egész emberiséget! Katona! Katonák! Katonák hajtották őket a veszedelembe! Katonák álltak elém a szöges drótnál! Katonák rontották meg az életemet! Katona a gyermekem apja! Gyermekem! Nem! Nem és nem, muszkafattyú! A gonosz ivadéka! Meg kell ölnöm! Nem táplálhatom önnön testemmel! Isten ellen való vétek! Gonosznak gonosz az ivadéka! Pusztuljon el! Pusztuljon el most! Oly egyértelműen fogamzott meg bennem a szándék! Szinte égi parancsként fogtam fel! Megtorpantam a bölcső előtt. Rábámultam az alvó kölyök arcára. Először a homlokát hasítom ketté, utána felaprítom az egész testét. Felén feszült bennem a szándék, de a kezem az nem engedelmeskedett. Na! Mire vársz? Emeld és vágj! A bosszú perc ez! A bátyádért, magadért, a megrontott bűnös világért! De hiába, nem bírtam felemelni a kezemet. Szorítottam tehetetlenül a szerszám nyelét. Szinte belefehérettek az ujjaim. Amikor végképp megértettem, hogy nincs erőm ölni, menten összecsuklott bennem a szándék.
Kiejtettem kezemből a fejszét. Összeroskadtam. Egészen eszméletlen. Attól kezdve, mintha áttetsző hártyába burkolózott volna minden. Megszokott és szokatlan tárgy. Maguk az emberek, de főként a dolgok értelme. Ez a hártya kirekesztett a világból. Le a mélybe. Az ismeretlen mélységbe taszította a lélekre nehezedő iszonyatos súly. Dolgoztam én. A rám háruló feladatokat sorban elvégeztem. De részvétlenül, érzéketlenül, akár egy gépembe. Várhattak is te a választ. Arra az egyre levelet írni képtelen voltam. Halottak napján a temetőbe kellett menni. Gyertyát gyújtottunk. Pista papa és Máni mama sírja. Körbeálltuk a pici fényeket, de én mint egy kőszobor. Egyetlen szó és sóval nélkül. Pedig sokkal több gyertyát égettünk, mint azelőtt szoktunk. Ferencnek is. Hadd égjen. Lehelte a szót anyám a csendes estében. Még otthon ketté vagdalta a gyertyákat, hogy több darab legyen. Fényesebb a sír. Körbehajolta a gondosan ápolt halmot. Elhelyezte a hideg rögök közt a világoló csunkokat. Édesapám és Jóska adogatta a kezébe már meggyújtva. Én csak néztem. Rajtunk kívül nem sokan jöttek ki a temetőbe. 10-15 család. Mégis fénybe borult a környék. Volt, aki 3-4 sírt kivilágított. Sejtelmesen kerekedtek a frissen csináltatott koszorúk a hallgatagon álló fejfákon. Tulajdonképpen szép volt az egész. Szép és iszonyú. Hirtelen jött a gondolat. Szinte belém csapott a felismerés, hogy én, Tóth Eszter, asztalos Tóth Mihály megesett lánya, akinek ártatlanságát erőszakkal veszélytették el a bitangok, akinek megadatott a kín, önnön testével táplálni és világra hozni a sátáni szörnyetegek valamelyikének ivadékát, akinek saját fajtáját idegen katonák terelték, idegen földre, idegen érdekek prédájaként elemészteni, akinek jó testvérét megölte, megölhette egy hatodik ember szörnyeteg ártatlanul. Én mi másra rendeltettem hát? Csak is a sötét viseletre. Nem hordhatok én már búfelejtő tarka ruhát. Meggyalázott testemre, ördögi kéjjel bemocskolt, gyászba borított lelkem fölé. Néztem a világolva elfogyó gyertyacsunkok pisla fényeit, és közben azt képzeltem, ősi szokás szerint, hogy odalent a sírban, szintén apró pici fények égnek, fölfénylik a koporsón belüli világ, Pista papa és Mári mama szendergő arca, kereszt alakban kivágott szemfödél nyílásában, és valahol messze, az idegen föld végén, Ferenc halott arcát is fények lobogózzák körül ebben a percben. Vajon tettek-e föléje fejfát? Padmajt vagy bárkát? Ráírták-e a koporsójára, hogy élt 19 évet?
meghalt ártatlanul és védtelenül. Vagy koporsó nélkül. Settiben kaparták el akár a döglött kutyát. Ki tudja. Be kell érni ennyivel. Volt, nincs többé. Lehet. Lehet valóban könny nélkül siratni. Holtat élő, gyászba borult sorsot. Mikor a lélek remegő gyenge ágára nagy, sötét madár száll, uralkodik karmosan a test érző porcikái. Meginogtam. Megcsapott a madár fekete szárnya. Szétrepett a szívós, áttetsző hártya. Torkomba ökölnyi gombot szorult. Már-már kitört az okogás. Nem hagytam. Makacsul szorosra zártam a számat. Akkor, abban a percben tanultam meg összeszorított foggal élni. Szilason mindenki így élt. Soha annyi kifakult, megtört szempár. Kiült a szomorúság minden arcra. Befelhőzte a legapróbb örömet is. Miért lett volna öröm az Isten ott a termés? Be kellett szolgáltatni jó részét fillérekért. Parancs volt rá. Kelemenékház elé állították a cséplőgépet, oda kellett hajtani a kévével megrakott szekereket. Ott várta a kiküldött. A kicsépelt terményt lemérte és halmosra vitette, ahonnan vagonszámra szállították tovább, az Isten tudja merre. A gazdák vihették bekazdazni az üres szalmát, és ez nem volt elég. Előjöttek a béke kölcsönnel. Istenem, hányféle módon csikarták ki a pénzt kíméletlenül. Mikor már azt hittük, hogy békén hagynak bennünket, a tél közepén új parancs jött. Menni kell a beregi erdőre fát kitermelni. Mi hozzánk Varga Márton hozta a parancsot. Azt mondta édesapámnak. Na vénisten! Válasszon, maga vagy a fiú! Egész este azon tanakodtunk, hogy melyikük menjen. Melyikükre van nagyobb szükségük itthon. Édesapám kiment a műhelybe. Behozott egy fejszét egy fűrészt Jóskának. A lámpa fényében megélezte. Közben okította az erdővágás veszélyességére. A lelkére kötötte, hogyha csak nagyon lehet, vigyázzon magára és kímélje magát a megerőltetéstől. Édesanyám hús sütött. Kenyeret szalonnát csomagolt. Másnap reggel elment Jóska. Üresebb lett a ház. Komorabbak a napok. Az arcok. Nem élhetsz így. Múlik az idő. Mi anyáddal öregszünk, egyszer csak nem leszünk. Jóska majd megnősül, ki tudja, milyen asszonyt hoz a házhoz. Megtűrne téged, vagy folyvást veszekedne veled. Az nem élet. Férjhez kell menned most, amíg fiatal vagy. 19 éves, a legszebb kor. Később már nehezebb lenne. Az a kisfiú nem számít, jó érzésű ember nem csak azt nézi. Ha Szilason nincsen ilyen, akkor találunk Halmuson, Csonkáson vagy más faluban. El kell rendezni a sorsod. Nem volt elég a rosszból. Ezt is meg kellett érnem. Rajtam a bélyeg. A jóisten sem mossa le rólam. Hallgassa nevem, nyusson a megvetés. Valóban nem élet ez így. Változtatni kell rajta, de nem úgy, ahogy édesapám gondolja. Hozzá menni valakihez csak azért, hogy legyen uram, hogy itthon ne legyek láb alatt. Talán éppen olyan emberhez, akit soha se láttam, akihez semmi közöm. Ez iszonyú. Ezzel nem lehet megbékélni. Egy péntek délután hazajött Pista. Hála Istennek, de mit évő lesz velem? Eljön, szól hozzám, pillantása sem méltat, kétségbe. Nem volt egy helyben maradásom, zaklatottan bók lesz az házban nem fogott a dolog.
Tehettem-e másnak, hogy minden reménységemet Isten körülményességébe vetettem. Elmondtam napjában 20-szor a mi atyánkot. Összegondoltam a magam gyarló esze szerint mindenféle más fohászatását. Csak hogy kedves legyen Istenem. Hogy az elviselt büntetés után kitazítsen már a sorsomat. Kösse össze a pistájéval. Hiszen Isten jobban senki azt nem tudja abban a szörnyűségben, amely velem végesett, makulátlanul áldozatul vagyok. Meghallgatta Isten a szavát. Elvezette pistát az udvarunkra, adódott rá iszonyú alkalom. Nem bírta ki Jóska öcsém az egy hetet a beregi erdőn. Üzenet jött. Menjen érte, édesapám, húzza haza. Dologra alkalmatlan a fiú, megtört, összeesett egészen. Napok hosszát a havas fagyos rönkönű csörgött, elkeseredetten. Felfázott tüdőgyulladásba esett, 40 fokos lázban hánykolódik a szálláson. Minden egyéb dolgot elhajítva azonnal útra kelt édesapám. Hazahozta. Jóska feje az öletben. Az arcát simogattam. Becézgettem az utolsó pillanatig. Mikor elszállt ajkáról a sóhaj, kinyitotta a szemét, rám nézett, és mintha elmosolyodott volna. Na végre! Hála Istennek! Megdobbant a szívem örömömben. De akkor elszállt ajkáról a sóhaj. A szemét lecsukta, az ajka maradt egy picit nyitva, mintha mondani akarna valamit. Percekbe telt. Még felfogtam. Soha többet. Nem fogja már kimondani azt a valamit, hogy holtan fekszik az ölemben. Elborzadtam a halál közelségétől. Ordítva ugrottam le a száról. Kezemet a fejemre kulcsolva jajveszékeltem. Az utca népe összecsődült. Az asszonyok sokasága ájult anyámat állta körül, őt élezgették. Édesapám kiemelte Jóska engedelmes testét. Segíts lányom, mondta. Honnan volt erőm, nem tudom. Bevittük a házba, tiszta lepedőt húztam, ráhelyeztük Jóska engedelmes testét. Az egyik asszony lehúzta a cipőjét, a másik egy kendőt kért, felkötötte az állát. Örülöltük a koporsót, édesapám a vőlegényi öltönyét vette magára. Naftali szava volt. Elkeveredett a koporsó félszálaz festékének szagával. Falubeli rokonok csüggetten üldögéltek. Egyszer csak a pista hangját hallom. Kellemesen lógó baritonja szépen vitte az éneket. A többiek hozzáigazodtak. A kántor diktált szava után ő kezdte nagyon biztonsággal. Messze hangzó, fájdalmas gyönyörűség ez. Istenem, hát itt van. Eljött. Remektem bele a gondolatba. Percekre megbénult az agyam, a kipányvázott gondolat önmaga körül forgott. Itt van, eljött, itt van. Nem tudtam megakadályozni. Megfogamzott a vágy lelkemben. Látni, látni Pistát. Oda rohadtam hozzá. Megöleltem, elhalmoztam könnyes szavakkal. Drága Pista! Ha tudnád, mennyire vártalak. Nem ilyen viszontlátást reméltem. De jó az Isten. Hazahozott téged. De hol van Ferenc bátyám és Jóska öcsém? Miért kellett meghalniuk? Miért? Mivel érdemeltem ezt a temérdek kint, Pista? Mivel? Nem bírom tovább. Meg akarok halni. Megszakadt az ének. Az emberek megütődve néztek rám. Kicsit rosszallással, kicsit megértően. Én magam tisztán csak arra emlékszem, hogy édesapám félig átülelve visszavezetett a hátsó szobába. Pista a sírások közt volt.
Hatalmas szőlőfedésre használt kapáját kezdetben erőteljes mozdulatokkal merítette a földbe. Fél talicskányi anyagot fordított egy mozdulattal a gödörbe. Aztán lelassultak, elerőtlenedtek a mozdulatai. Szakadt róla a verejték. A közelemben sürgölődött. Jól láttam a gyöngyöző cseppeket az arcán, a homlokán. Hallottam a lihegését. Otthon az udvaron meg voltak terítve már az asztalok. Szalonna, kolbász, töltött sajt, kenyér és bor. Iszonyattal néztem a lakmározó népet. Képtelen voltam felfogni, hogyan tudnak enni, inni. Pedig biztosan csak nekem tűnt lakmározásnak a halott itor. Valójában csöndesen, illedelmesen, halk hangon beszélgetve eszegettek az emberek. És hamarosan elköszöntek, hazamentek. Isten áldását kérve házunk megmaradt lakóira. Lekísértük őket édesapámmal a kapuig. Ő elől a többiekkel, én Pistával egy kissé hátra maradva. Szó nélkül mentünk egymás mellett. Mire gondolsz? Bukott ki belőlem a kérdés már a kapuhoz közel. Én csak arra, hogy egy este majd eljövök beszélgetni. Mikor? Kérdeztem volna, de már a kapuban voltunk. Kezet szorított édesapámmal, és elment. Derékember. Jegyezte meg édesapám, csak úgy, mint a magának. Jó leső melegség áradt szét bennem a szóra, majdnem a nyakába ugrottam. El fog jönni, ugye? Nem kérdezte. Csak egyszerűen kijelentette édesapám, mint aki biztos a megérzésében. El. Feleltem kurtán visszafojtva a kikívánkozó szavakat. Jó. Dünnyögte ugyanolyan kurtán édesapám. Aztán betette a kiskaput. Az éjszaka sem hozott álmot a szememre. Virrasztottam világos reggelig. Ó, áldott szűz anya, mennyei szép rúzsa, boldog mennyországnak, drága szép virágot. Sújtsd őket méltó kárhozattal. Bűnösöknek ne hagyj büntetlenül a bűnt. Nem néked tetsző kívánság ez. Hiszen törvénybe adtad a nagylelkű megbocsátást mindennemű bűnösnek. De nézd rám! Két jó testvérem halott orcájára. Édes szüleim mérhetetlen fájdalmára nem ezt érdemeltük. Nem én a gyalázatot. Nem a korai halált Ferenc és Jóska. Nem a gyászt anyám és édesapám. Ha rendre azt büntetett, kit szeretsz, akkor igazságtalan vagy. Büntest azokat is, akik leköpik, kiröhögik szent igéidet. Megtagadnak téged. A sátáni hatalmak szolgálatába szegődve önnön fajtájú vérét szívják. Emberi életeket taposnak el. Uram, fordítsd teremtményeidet vissza a fele baráti szeretethez. Add, hogy becsüljék egymást a te akaratodból. Nézd rá, aki hozzá képest csak egy porszem vagyok. De igaz szíved minden időkben. A szívemnek oly idegen bűnösök karjába taszítottál, mi célod volt vele? Világosítsd meg elmémet, hogy jobban el tudjam viselni a rám írt csapást. Tekints a lélek és a gyarló test vágyára. Te oltottad belém. Túl a förtelmes gyalázaton. Csak arra kérlek, hogy ne fordítsd el a Pista szívét tőlem. Kössed sorsomat mindhalálig az övéhez. Övét az enyémhez. Ennyi gyötrelem után. Ezzel segélj. Segíts meg, Istenem. Ámen. A
Arra az egyre nem gondoltam, hogy elmúlik a tél, el a tavasz, és Pista nem jön. Mintha elfelejtette volna az ígéretet. Belefásultam már a várakozásba. Megszomorodott szívemből elszállt a bizakodás, lelkemben a becsapottság érzésével keltem és feküdtem. Próbáltam tudomásul venni a csalódást. Amikor egy záporos fénnyel villódzó nyárelei napon, teljesen váratlanul megtörtént a találkozás Pistával. Palajdon siettem hazafelé. Embernyi magas kalászoló gabonatáblák közt a keskeny úton. A fordulóban toppantunk egymás elé. Szinte összeütköztünk. Belegyökerezett az ő lába is az útporába. Rám emelte a szemét. Nem tudom, mi üthetett belém, elnéztem a vállam mellett, kerültem a tekintetét. Eszter. Suttogta. Pista. Nyögtem, válasz innen. Jó napot, Eszter. Neked is, Pista. Eszter. Nézd meg a hajamat. Megőszültem. Az esztendei rabságban egy hajamszála se őszült meg, de nézd meg most. Megőszített a gond. Úgy hitt el. Én oda akartam menni hozzátok, de elrettentett édes szava. Azt mondta, ha megmerem tenni, ha elveszlek feleségül, ő azt nem éli túl, elveszejti magát. Biztosan azt gondolod, hogy gyáva vagyok, pedig csak tisztelem édes szavát és akaratát. Mert hisz nem akarhat az ember szülőanyja rosszat a saját gyermekének. Én ezt így fogom fel. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy mit tegyek, mit tegyünk, Eszter. Milliószor is csak azon kapom magamat, hogy látom őket veled fetrengeni. Bánt ez engem nagyon, és én nem tudom, hogy megszűnne bennem valaha is ez a látomás, és ha meg is szűnne, akkor ott van a kis orosz fiad. Arról mindig csak az jut már szembe. Én ezt nem lehetne. Nem lehetne nyugodt életünk, Eszter. Én ezt így gondolom. Te mit gondolsz, Eszter? Öld meg a vágyamat, az akaratomat, a reménységemet épp most tölted meg. Hát öld meg a testemet is, folytsd meg itt, ezen a helyen, mire vársz? Megfogtam a két kezét, a nyakamra tettem, összeszorítottam. Közben a mellének dőltem, sírva fakadtam. Tétlenül hevert a két kéz nyakamon. Lassan magához ölelt. Pista. Az én kezem is utat talált a hóna alatt, összekulcsolódott a háta mögött. Így álltunk. Az út porában Isten kék ege alatt szerencsétlenül boldogtalanul. Szeress. Szeress, ahogy szeretni tudsz. Bocsásd meg a mások bűnét bennem. Abban a pillanatban elfelejtettem édesapám intő szavait. Esdeklő tekintetemet a Pistájéba vetettem szemernyi szégyenkezés nélkül. Két riadtan vergődő szempár tekintete volt ez. Könnyes, nedvesen egymásba gabajodva, csillanó öröm nélkül, mosolytalanul. Mégis. Megmagyarázhatatlanul önfeled bizalmat kérő és bizalmat adó lelkek találkozása volt az a pillanat. Semmi más, semmi több. Nem társult hozzá múló testi vágy. Pista lassan lejtette mindkét kezét maga mellé, le a tekintetét. Hiszen szeretlek. A falu. Édes. Mondhat bármit. Én szeretlek téged.
Határoztam, Eszter. Ma este elmegyek hozzátok. Megbeszélünk mindent, elrendezzük a dolgunkat. Nincs arra szó. Arra a melegségre, amit akkor a szívemben éreztem. Egy csapásra felolvad bennem a félelem, a rettegés jege, és az olvadék, mintha forró könnyek formájában mind a szemembe turult volna. Csak sírni. Sírni tudtam. Azon az estén összekaptuk magunkat anyámmal. Tésztát sütöttünk. Tormalevélbe húsos darát töltöttünk. Megfőztük. Korsónyi bor is került. Édesapám hozta, aki a várható nagy eseményre készülve megborotválkozott. Hét után jött Pista. Nem ám az anyjával, nem is a keresztapjával, hanem Cirok Bertivel és Kovács Andrással, a két cimborával. Édesapám nyakon ragadta a butéliát. Töltött a poharamba. Na, fiúk, úgy látom, felfér egy kis bátorító mondókátok előtt. Hát adja Isten! Egészségünkre! Hárman egyhajtásra fenékig ürítették a poharukat, csak Pista kortyolt aprót az Izabella borba. Mihály bátyám! Szólott Cirok Berti. E megvolt! Mihály bátyám! Én nékem nem kenyerem a sok beszéd. Még meg ilyen alkalmakkor, ilyen háznál, ahol tart még a gyász. Nem is illik a sok cikornyás beszéd. Különben is Szászlónak is ugyanaz lenne a vége. Azért jöttünk, hogy megkérjük Székely Pistának a maguk lányát, Esztert! Ezután Kovács András vette magához a szót. Akármilyen röviden szólott is Berti, abban minden benne volt. Én nem is tudnék hozzáfűzni egyebet, csak az, hogy ne sokat fontolgassák, hogy hozzáadják-e Esztert Pistához. Ismerik őt. Jóra való, dolgos fiú. A jó Isten is egymásnak teremtette őket. Nincs itt semmi gondolkodni való, én csak azt mondom. Édesapámat meglepette a setes út a beszéd. Fáradt tekintetében halvány mosolyfélét véltem felfedezni, ahogy rám pillantott. Mindvégig komoly arcon ült. Biztosan azt mérlegelve, hogyan kezdjen ő is a szóláshoz. Pista! Én csak azt akarom kérdezni tőled, hogy így. Gyermekkel együtt is vállalod-e Esztert Isten és ember előtt? És hogy jól meggondoltad ezt az egészet? Pista mindeddig lehajtott fejjel ült, édesapám szavaira felszegte a fejét, arrafelé nézett Istvánkára. Istenem, de szerettem volna tudni, mit gondol abban a percben. El nem tudtam képzelni. Egy percig is elnézhette a gyermeket kiolvashatatlan arckifejezéssel, azután odafordult édesapámhoz, és így szólt. A mai napon értettem meg, hogy nem tudok. Nem érdemes Eszter nélkül élnem. Eszter gyermekét persze, hogy vállalom. Ami az övé, legyen az enyém is, apja leszek. Szomorú volt a Pista hangja, de kiérződött belőle a komoly elszántság. Jó estét! Mi folyik itten? Mégiscsak eljöttél, jó madár. Ide jöttél az akaratom ellenére? Neked az én szavam nem számít? Megrontottak téged, elvették az eszedet. Csak hogy én nem engedem. Nem én, amíg élek. Szedd magad. Felejtsd el azt is, hogy itt jártál. Lódulj! Boris néném, hát nem éppen úgy van az. A lánykérés megtörtént, Pista el fogja venni Esztert. Nem lehet csak úgy hazaparancsolni Pistát. Hát miféle lánykérés, te mágvirág? Hol van itt a lány? Én csak egy katona kurvát látok. Miért nem kéred meg te magadnak? Miért nem veszed el te? Na ugye, neked nem kell, a fiam nyakába akarjátok varni. Csak hogy abból nem lesz semmi. Nem engedem, nem én, amíg élek. Elhallgass, Boris. Nem a magad házában vagy, legalább itt fékezd a nyelved. Miért bántod Esztert? Mit vétett ő neked? Hát nem a maga akaratából került bajba. Emlékezz csak vissza, amikor elindult az asszonyokkal az emberek után. A te fiadot is látni akarta, neki is tett eleséget. Te lusta voltál úton kiindulni, pedig tán Eszternél is jobban bírtad volna a gyaloglást. Én? Lusta?
a fajtádat, tán az uraddal vagy olyan nagyra. Te csak ne védd a lányodat! Könnyű Katit táncba vinni, ha ő is akarja. Nem véletlenül mászták meg a katonák, tudom, amit tudok, nekem az éppen elég. Vedd tudomásul, nem lesz a lányod sose a mennyem. Szégyen magad, Székely Boris. A mocskos szád miatt. Szégyen magad. Szégyelje magát az, aki szédát nevelt. Elmondta Fórisné, ma is a vagonában találkoztak. Ehhez mit szólsz? Fogja be a száját, édesanyám. Fórisné hazudott. Hazudik maga is. Maga olyan könnyen elhisz minden rosszat másról. Maga tönkre teszi az életemet. Értse meg, nem vagyok már szopós puja. Határoztam. Eszter a feleségem lesz. Akár tetszik magának, akár nem. Jól van, Székely Pista. Vedd csak el ezt a katonák rongyát. De vedd tudomásul azt is, hogy kitagadlak. Megtagadlak, egy holdföldet sem kapsz. Boldog újabb, hogy tudsz. Ja Istenem, hogy ezt kellett megérnem. Megyek és felakasztom magamat. Felén! Ered, fiam, nézzél gyorsan utána, nehogy még valami kárt tegyen magába. Már csak az hiányzik. Pista gyorsan, köszönés nélkül elsietett. Elment Kovács András is és Cirok Berti is. Ott maradt az étel, félig telt pohár borok. Édesanyám sűrű könyhullatás közt takarította le az asztalt. Egy szót sem szólt. Hallgatott édesapám is. Csak én csaptam zajt. Fél oldalvás sírtam. Egészen a lefekvésig. És még azután is. Attól kezdve megrendült hittel. Újra és újra számon kértem Istentől a szentséges jó akaratot. Legnyomorultabb perceimben a szemére hánytam. Nem akarja eligazítani a sorsomat. Pista nem jött. Felém sem nézett azután. A kérő után mondták, ki sem mozdult otthonról. Ő, aki sose volt a bor után, most napok hosszát csak azt fedelte. Abba folytotta bele a dühét, szégyenét, bánatát. Százszor elgondoltam, oda megyek, elveszem előle a poharat, s az anyja elé már, hát kikaparom a szemét. Nem hagyom Pistát elzülleni. Nem Székelyné büszkén, felvágott fejjel járt a faluban. Úton útfélen híresztelte. Bizony nem hagytam, megakadályoztam a csúfságot. Megsegített az Isten, visszaadta a fiam eszét. Jobb belátásra tért. Új parancs jött. Kezdték a fiatal fiúkat összeszedni Dombászra. Úgymond a Fezeóba. Senki sem tudta, hogy mit jelent ez a szó. Seresék ugyancsak hangoztatták, hogy nem láger. Ne gondoljon senki semmi rosszra. Tényleg csak munkáról van szó. A fiúk rendes kosztott szállást kapnak, és nem fogja katonaság őrizni őket. Pista önként jelentkezett a Dombászra induló fiúk közé. Az én agyam valósággal elborult a hírre. Ez már sok volt. Megreszketősödött a kezem, a fejem, ágynak estem. Ideg összeroppanás, mondta az orvos. Nem. Nem Istennek tetsző cselekedet volt ez Pistától. Kétszeresen nem az. Nem csak az anyját büntette vele. Engem is csúfosan cserben hagyott. A fél falu kinevetett. A másik fele leshajlált. A viszkető nyelvű asszonyok templomba menett, templomból jövet. Alattomosan pillogtak rám. Engem tettek-vettek megint a szóba. Tudtam én. Láttam én, a szemükbe köphettem volna nagy haragomban, szégyenemben. De azt is tudtam, hogy minden tiltakozásom, magyarázkodó szavam olaj lenne a
tűzre. Hallgatnom kellett. Tűrni, tűrni. Ha egyetlen egy levelet írt volna Pista, ha ő maga próbál megnyugtatni, akkor talán könnyebb lett volna a lelkemnek. De nem írt. Csak annyit tudtam róla, amit a többiek említettek. Az meg nem sok volt. Így hát maradt a bizonytalanság, az idegörlő sok-sok kétség, a reménység egyre kevesebb. Karácsony után 2 nappal, új év előtt, anyám kijelentette. Az utak letisztultak. Megyünk a Jóshoz. Nem nézheti napról napra a búskomorságot. Nagy, sötéten csillogó asztal állt a szoba közepén. A néni összekulcsolt kezét széles, vastag fedelű könyvre helyezte. A szemét lehúnyta, egy ideig így ült, moccanatlanul. Aztán mereven rám nézett. Szinte belefúrta tekintetét az enyémbe. Valósággal elbűvölt vele. Nem tudtam oldalvást fordulva kimenekülni a nézéséből. Úgy láttam, a súlyos könyv magától kinyílt. Hittem a szememnek. Elszörnyedve néztem, ahogy a kemény fekete fedél koppanás nélkül kísérteties lassúsággal az asztallapjához simul. A furcsa formájú betűkkel teleírt sárga lapokkal együtt. Azt mondja a könyv, leállt. Hosszú árnyék van mögötted. Gyász és szenvedés. Elkísér ez az árnyék egészen a sírig. Mert a szívednek oly kedves arc, aki után oly sokszor vágyakozol, visszavárod bizakodva, az az arc egyre csak távolodik tőled, eltűnik a messzeségben, lehanyatlik a halottak közé. De begyógyulnak a te lelkednek fájó sebei. Vígaszt találsz a gyermekedben. Fölemelkedik az a gyermek a porból, elindul a te nyomdokaidon. Együtt járjátok az élet útját. Lesz mint halálig biztos támaszod ő, aki oly sokáig idegen volt a te szívednek, akire boldogtalan perceidben haraggal gondoltál, és sokszor felemelted rá a kezedet. De ne félj! Isten megbocsájtotta a bűnös szándékot. Őrizd meg tehát nyugodalmadat, és eredj utadra békével. Ennyi volt. Elég volt. Sok volt. Eszelősen kikerekedhetett a szemem. Mert a néni gyorsan bezárta a könyvet, levette a kendőjét, odajött hozzám, megsimogatta az arcomat, és újra sejmes hangon szólt. Maga erős lélek, gyermek. Oly sok rosszat kibírt már, hát kibírja ezt is. Ne féljen. Lesznek apró örömei az életben. Na, törölje meg a szemét, az arcát. Miért szomorítaná el az édesanyját? Árvíz. Jön az árvíz. Kiabálják az emberek. Zúgják a harangok. Megháborodott a patak. Kicsap a köves útra, rátelepszik, betör a kis kertekbe. Árad fel az udvarokra. Villát ragad, aki csak él és mozogni tud. Tarkoncával, szekérrel és kassal mondják a trágyát, rakják méteres magasságban a házak köré. Eléri a víz a trágya falat. Mossa, nyaldossa, fekete zsírosa. Még zavarosabbá válik tőle. Óráról órára ragad. Emelkedik. Pista. Pista távolodik. Eltűnik. Nem látom többé. Meg van írva ebben a fekete könyvben.
Fekete könyv, fekete árnyék, fekete áradat, rózsa, rózsa, fekete rózsa. Miütött belém, saját hangomat hallom. Rózsa, rózsa, dúdolom, hillegve billegve a tükörhöz megyek, beszélek az a másik archoz, megfésülöm a haját, teszi ugyanazt, amit én. A szemébe nevetek vissza nevet. Anyám, édesapám, miért néztek így rám? Mi van veletek, jó a kedvem? Hát ezt akartátok, ez csak nem baj. Pertő, fordulj, meglepett sohogtó teszi, fekete ruhája. Jó, én szép vagyok, a legszebb, én vagyok. Hozzám jönnek a katonák, engedjétek be őket. Hé, öten voltak, én csak egy gyermeket szültem. Hol van még négy? Adjátok elő a többit. Hallod, anyám? Hallod, édesapám? Micsoda furcsaság a szemükben. Csak bámulnak rám, nem értem, mi lett velük, mit akarnak velem. Jó, csak ne bántsanak. Ne bánts, édesapám, ne nyúl hozzám! Tessék, tessék, hogy feküdjek le? Jön a víz, ott van már a küszöbön, nem látjátok? Anyám, édesapám, fussunk, meneküljünk. Istenka, gyere, gyere, kisfiam, gyere. Nem, nem adom az enyém. Csak az enyém, nem adom senkinek az enyém, kisfiam. Ne félj, ne félj, ne félj a víztől. Látod, mamos, papa is úgy szalad a víznek. Ne félj, veled vagyok, el nem hagylak, semmi. Semmi baj, semmi baj. Nem mondta néni, erős férfi leszel, biztos támaszom. Ne félj a víztől, ne félj. Erre, erre van Dombász, ott van a te édesapád. Ne félj a víztől, nem ártad nekünk a víz. Jézus is járt a vízen, mert bűntelen volt, és ártatlan volt. Mi is a víz tetején fogunk járni, kisfiam. Persze, hát mi is ártatlanok vagyunk.